Köszöntjük következő vendégeinket, Kis Laurát, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulóját. Jó reggelt kívánunk, Jó köszönjük reggelt! szépen, hogy itt vagy, és majd elmondjuk, hogy miért gratulálunk, de már kapásból kezdhetjük ezzel is, hogy gratulálunk. És itt van a stúdióban szintén Cigány Balázs, az Eszterházy Magyarország Alapítvány igazgatóhelyettese. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt! És van egy, hát ugye most mind a kettő verzió jó lesz, akkor ezek szerint, hogy mi majd mondani fogjuk Krisztinával, igen, hogy estöri kreatív történelmi verseny, vagy esztöri kreatív történelmi verseny, mert egy mégis a Eszterházyról van szó. De a diákok azt mondták, ugye Laura, te azt mondtad, hogy a maguk a diákok is inkább így mondjátok ezt a kreatív történelmi versenyt, hogy estöri. Inkább estörinek mondjuk, nem tudom miért igazából, szerintem az írásmód miatt. Na és hogy a nézők értsék, miről fogunk beszélgetni, a dualizmus köre az Instagramra költözött. Ez a mondat így, ahogy van, teljesen abszurdul hangzik. Mi történt? Mi volt a kiírás, és mivel nyertek Laura? Köre vagy kora? Mit mondtam, körét? Körét, igen. A dualizmus kora természetesen. Igen. Olyan nincs, hogy dualizmus köre, biztos voltak a dualizmusnak különféle körei, de nevezzük korának, elnézést, nyelvbotlás volt. Igen, hát ez tulajdonképpen ugye az Eszterházy Magánalapítvány immáron 4 éve életre hívott kreatív történelmi versenyének legdigitálisabb versenye lett. Amikor annak idején 4 évvel ezelőtt létrehoztuk ezt a versenyt, akkor nagyon sok gondolat fogalmazódott meg bennünk. Egyrészt szerettünk volna egy olyan történelmi versenyt létrehozni, amelyben a gyerekek tényleg jól érzik magukat. Ki tudnak szakadni a keretek közül, meg tudják mutatni a kreativitásukat. Nagyon elengedtük a kezüket, nagyon szabadjára engedtük a gondolataikat, és próbáltunk egy olyan történelmi versenyt létrehozni, amiben a legkevesebb kötöttség van. Először is kihoztuk az egészet az iskola falai közül. Az első 3 év az úgy nézett ki, hogy volt egy nagyon sok csapat jelentkezik, 150-200 csapattal indulunk. Tudni kell a versenyről, hogy ez egy 3 fős verseny, ez is egy alap gondolata volt. Már hogy csapatverseny, 3 fős csapatokban. 3 fős csapatokban indulhatnak, igen, az iskolák, tehát az iskolán belül is különböző csapatok értelemszerűen. Ez számunkra azért volt fontos, hogy tanuljanak meg egymással kommunikálni, együttműködni, dolgozni, hiszen alap gondolatunk az volt, hogy az iskolának az a dolga, bár mi nem vagyunk közoktatási intézmény, de azt gondoljuk, hogy segíthetjük ilyen módon a közoktatási intézményeket, hogy az életre, illetve a munkaerőpiacra készítse fel a diákot. Mondja ezt el minél több helyen, ahol csak tudja, kérem. Rendben. És hogy jött Mixát? Nyilvánvalóan azért viszonylag egyszerű. 5 kaptuk. Aha, tehát 5 volt. Mindenki kapott egy karaktert, és mi a regényíró változatát kaptuk, úgymond. Mit hoztatok ki belőle? Mi köze mindannak, amit Mixáttal kapcsolatban megjelenítettek az Instagram formájához, formanyelvéhez, kifejezési készlet, kötöttségeihez akár? Megnéztük az életét végig, és hogy miről lenne érdemes írni az Instagram oldalán, és onnan nyertünk ihletet, hogy mégis mit rakjunk ki. Mondj egy konkrét példát, igen. Például azt nagyon nehéz volt megírni, amikor meghalt az egyik kisfia. És azt először nem is tudtuk, hogy hogyan írjuk meg. Nem tudtuk, hogy ő hogyan reagált akkor. Ez Mixát profilja, ugye, amit közben a kollégák húznak. És azt hiszem, az volt az egyik legnehezebb az Instagram oldalban. De milyen jó kis szelfiei is voltak már, bocsánat. Igen, az egyik csapattársam volt még, tehát mindegyikünk megszemélyesített egy karaktert, hogy jobban beleélhessük magunkat. Milyen szempontok alapján döntöttek arról egyébként, hogy kik lesznek a különdíjasok vagy a nyertesek? Idén nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen természetesen a mi versenyünkbe is beleszólt a vírushelyzet. Ugye közösségi médiára vittük idén a versenyt. Eddig az elmúlt 3 évben úgy volt, hogy volt egy alap, egy alapkvíz,
ami után volt egy középdöntőnk, a középdöntőt vittük a Magyar Tudományos Akadémiára, és utána volt egy kis martoni döntőnk. Idén ezzel szerettünk volna változtatni, és a középdöntőt már online térbe szerettük volna helyezni, és mivel ugye közösségi médiáról van szó, és a közösségi médiának mégis egy alapvető feladat, hogy közösséget építsen, a közösségnek pedig úgy gondoljuk, hogy egyik alapfeltétele, hogy ne csak online térben találkozzanak a diákok, hanem személyesen is, ezért mindenképp szerettünk volna egy fizikai jelenléttel járó kismartoni döntőt. Ez természetesen ugye a vírus helyzet keresztül húzta. De nagyon sokáig gondolkodtunk azon, hogy a hozott, vagy az addig elért pontok alapján, mint ahogy a legtöbb iskolai verseny egyébként tette, hozzunk egy sorrendet. De úgy döntöttünk, illetve a visszajelzések azt mutatták, mint tanár, mint pedig a diák oldalról, hogy ezt érdemes továbbvinnünk. És tovább vittük ezeket az Instagram oldalakat. És hát így megpróbáltunk egy online térbe helyezett döntővel valamilyen sorrendet felállítani. Tényleg nagyon nehéz volt, és 10 pontok választották el egymástól a csapatokat. Egyébként ezek fiktív oldalak, vagy hogyha a Mixed Barna nevű haveromat keresem az Instán, akkor belebotolhatok Mixed Kálmány a regényíróba ma? Bele. Igen? Helyes. Bele, fönt vannak, igen, ezt megnéztük. Egyébként pont az lett volna a kérdésünk, mert én mondjuk én tök béna vagyok ebben már, mint ebben így a közösségi médiának az ápolásában, de ugye az, hogy az ember életbe tartson egy tök jó ötletet, amiben ráadásul egy történelmi kreatív verseny meg is nyer az ember, hogy ez kinek a feladata lesz majd? Nos, mi úgy fejeztük be, mert tudtuk, hogy a vége a versenynek, hogy Mixát megköszöni a rajongóinak, mert már beteg, és meghal. Meg is hal. Mi úgy fejeztük be, igen. Viszont nagyon gratulálok a választott jelmondathoz Mixát életéből az Insta profiljára, hogy inkább törve, mint meghajolva. Ez egy nagyon, nagyon jó választás. Mindenkorban fontos. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és gratulálunk.